Kazi Balázs vagyok, a Ráth Géber Kosárlabda Akadémián az U18-as csapatban kosárlabdázom. Sara Gergőnek hívnak, és a Ráth Géber Akadémián kosárlabdázom az U18-as csapatban. 3 éve volt egy kiválasztó, anyukámat meggyőztem, hogy eljöhessek, mert ki akartam próbálni magamat, és eljöttem, és hát megtetszett nekik a játékom, és szerették volna, hogyha ideigazolok. Nekünk nem volt kérdés, hogy idejövök. Amikor megláttam ezt a nagy csarnokot, akkor én elámultam, mert én ilyet meg soha életemben nem láttam. Amikor az edzőkkel találkoztam, ilyet se láttam még, hogy ilyen hatalmas emberekkel dolgozhatunk itt együtt. Nem hittem először a szememnek, hogy én tényleg itt fogok lakni, itt fogom élni a mindennapjaimat. Azt gondolom, hogy a csapatban az a legfontosabb, hogy egymásért játszunk, ne saját magunkért, és örüljünk a másik sikerének. Az edzők a pályán minket arra tanítanak, hogy mindent adjunk ki magunkból, és soha se adjuk fel, bármennyi az eredmény. És ott vannak a dobó lehetőségek. Ezekre kell figyelni nagyon. Nem csak a pályán, hanem a pályán kívül is a maximumot hozok ki magunkból mindig. 2 méterre lakunk a csarnoktól. A csapattal, mivel 0-24-ben együtt vagyunk, ezért a pályán is sokkal jobb a teljesítményünk. Nagy álmom válna valóra, hogyha a magyar felnőtt válogatottból is tudnék játszani. Nekem az a célom, hogy egyszer eljussak egy olyan szintre, hogy egy euroligás csapatban játszhassak majd külföldön, és a felnőtt válogatottban szeretnék majd pályára lépni. Nekem LeBron James a példaképen. Mert annak ellenére, hogy rengeteg utálója van, minden egyes negatív energiát ki tud zárni, és így a maximumot nyújtja mindig a pályán, és én is olyan szeretnék, ami lenni, mint ő. Az én példaképpen a Michael Jordan, mert minden edzésen kiadta magából a 110%-ot, és minden edzésnál olyan volt, mint egy mérkőzés. Igen, próbálok minden edzésen így dolgozni. Nekem úgy néz ki egy napom, hogy még az iskola előtt van egy egyéni képzés, ahol arra koncentrálnak, hogy a technikát fejlesszük, például a dobást. 9-2-ig iskolában vagyunk. Kora délután jövök a kondi edzőmmel, kondicionáló edzésem, utána lepihenek és készülődök a esti edzésre. Szerintem az egyik legfontosabb, mert ott taktikázunk, összerakjuk a védekezést. Az első lépésnél ott volt a passz lehetőség. A szakembereket szeretném még kiemelni, mert ők tényleg csak velünk foglalkoznak, és nekik az a legfontosabb, ami nekünk. Például tudom mondani a mostani edzőnket, a Kónlói Dénest, én nagyon szeretem őt. Ha szeretnék bejönni reggel dobni, akkor szólok neki és bejön velem. Nekem egy jó ideje bajok vannak a térdemmel, mert be van gyulladva és eléggé szokott fájni, de szerencsém van, hogy vannak olyan szakemberek, akik csak velem foglalkoznak profi eszközökkel, hogy így is a maximumot tudja nyújtani a pályán. Nekem az akadémiáról a 3 dolgom eszembe jut, azok a pályák, a barátaim a kollégiumban és a kemény edzések. Barátok, a céljaim és a kosárlabda. Kedves barátok!